tudjuk, értsük, hogy mi az, amiért lehet, és mi az, amiért érdemes dolgozni Békés megyében, akár itt a Sáréten és Szeghalmon. Ezekkel a szavakkal kezdte megnyitó beszédét Farkas Zoltán, a Békés megyei képviselőtestület alelnöke. Az I Love Békés megye az első olyan fiataloknak szóló kulturális programsorozat, amely lehetőséget kínál otthonunk Békés megye történetének, kultúrájának megismerésére szórakoztató formában. Ez azért fontos nekünk, mert föl kell hívni az emberek figyelmét arra, hogy milyen értékek vannak itt Békés megyében, amit sok esetben nem veszünk elég komolyan, vagy esetenként el is pazaroljuk azokat az értékeket, amelyek itt vannak. És hát természetesen az is nagy probléma, hogy azok a fiatalok, akik nem találják meg az értékeket, a lehetőségeket a megyében, azok gyakran elhagyják az országot. Most szeretnénk nagyon sok mindent tenni azért, hogy az értékeink is kellő figyelmet kapjanak, és hát természetesen egy olyan helyzetet hozzunk, ami azt eredményezi, hogy nem kell innen elmenni. Szeghalom város polgármestere is nagyon jó ötletnek tartja a megyei önkormányzat programját, és pozitívan értékeli, hogy ezt a sáréti településen is megvalósították. Örülök, hogy eljöttek Szeghalomra is, örülök, hogy megcélozták a fiatalságot, de mint a megnyitó beszédemben is mondtam, elsősorban a fiataloknak az a fontos, hogy itt vidéken, akár Szeghalmon, akár a környékén, vagy akár Békés megyében megtalálják a számításukat, és ha megtalálják a számításukat, ők fogják szeretni, bizonyára így is nagyon szeretik szülőföldjüket, hiszen mindenki így tesz, de ha nem tudnak itt helyben megélni, és nem kapnak olyan munkát, amely a későbbi megélhetésüket jelenti, akkor sajnos elvándorolnak. Én ezt nem szeretném, úgy tűnik, hogy ebbe a megyével partnerek vagyunk, és bízom benne, hogy a közeljövőben közösen tudunk enyhíteni ezeken a gondokon az fiatalok irányában. A délután folyamán különféle programokkal várták a fiatalokat. A legkisebbeket a Szeghalmi Művelődési Házban a Napsugár Bábszínház színészei egy előadással várták. Igazából minket még a Bábszínház érdekelne, és azért jöttünk ki, hogy megnézzük. A program az idősebbekre is gondolt, hiszen a fiatalok különféle teszteket tölthettek ki nyereményekért. Például, hogy hol van evangélikus templom Békés megyében, ugye a Békés Csabai evangélikus templomot a legtöbb ember tudja, hogy merre található. Egy gimnázium is kapcsolódik ehhez, az evangélikus gimnázium. Mert például azt is megkérdezték ezen kívül, hogy kiket neveztek a halkörmülőknek. A program zárásaként ételbemutató is várta a szeghalmiakat. Végezetül koncertekkel záródott az I Love Békés megye elnevezésű rendezvény, melynek keretében a 30Y nevű együttes adott koncertet.